Amíg busszal eljutunk a következő helyszínre, tekintsünk ki Nagykörös határában, és ismerkedjünk meg természeti értékeivel. Nagykörös a magyar Alföld közepén helyezkedik el. Területén a természetes növényzetet fűves puszták és erdős ligetek alkotják. Napjainkban még 4000 hektár természetvédelmi terület őrzi a természeti értékeket. A tölgyesekben, lápréteken és homoki gyepeken 37 védett növényfaj található. Nagykörös területén napjainkig 236 védett madárfaj jelenlétét sikerült kimutatni, amelyből 102 bizonyítottan költőfaj. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi kezelésében lévő természetvédelmi területek két nagy részből állnak. A várostól nyugatra helyezkednek el az Európában is különlegesnek számító pusztai tölgyesek. 400 hektáron gyönyörködhetünk az erdősztyep vegetációban, az Alföldön ritka növény és madár és denevérfajokban. A várostól észak-keletre helyezkedik el a Körösér és Gogányér mente, itt találkozhatunk a hamisítatlan magyar pusztával. A fás növényzetet csak a vízfolyások menti fűz és nyárfa ligetek alkotják. A nagy kiterjedésű védett gyepeket szarvasmarhával legeltetik, vagy évente egyszer kaszálják. A 800 hektár legmélyebben fekvésű területein láprétek, mocsárrétek alakultak ki orchideákkal. A magasabb területeken homokpuszta gyepek találhatók egész Európában ritka pusztai madarakkal.